A Magyar Mozdulatművészeti Társulat, még egy mozdulatszínház néven 1995-ben alakult Fenyves Márk és Pálosi István vezetésével. A társulat az 1912-ben indult modern magyar táncmozgalom, a mozdulatművészet hagyományait, s így a DNS Valéria alapította iskolát viszi tovább. Repertoárjuk rekonstrukciós előadásokból, kortárs bemutatókból áll, de rendszeresen színpadra lépnek neves vendégkoreográfusokkal is. Gyermekeknek és fiataloknak szóló műsoraikkal, így a Babics Esttel céljuk a modern táncművészetet és az irodalmat közelebb hozni az ifjúsághoz. Ez egy fontos szabály az, hogy dönt az ember, láthatatlan a hang, és nem hallható a mozdulat, vagy elkezdjük keverni. Tehát mi úgy döntöttünk, amikor ez a darab készült, hogy mi szeretnénk, hogyha a hang mozdulna a színpadon is. Ez is egy tradicionális dolog egyébként a mozdulatművészetben. Pedagógiai célzattal keveredtek itt különböző eszközök, labda, korong, rúd, ritmusbotok és egyebek, amiből aztán később, miután betiltották az 50-es években a műfajt, ebből nőtt ki a művészi tornának, aztán később RSG, meg RG, meg nem tudom most éppen milyen néven fut a műfaja. Pedagógiai célzattal, viszont művészi szinten is üzhető ez a tárgyhasználat, mert igazából egy nagyon izgalmas dolog, mert egy bábos kollégám pont azt mondta, hogy nagyon izgalmas az, hogy ő táncban még nem látott olyat, ami a bábművészetre emlékeztette volna, és például a fátyoltánc egy ilyen történet, tehát ahol partner az anyag. Szerintem egy nagyon izgalmas, látványos dolog. Kevés alkalom van, amikor az emberi mozdulat felnagyobbodik, és a térben még inkább rajzolni tud, és mondjuk ezek az eszközök nagyon alkalmasak erre. Tehát és hát a látvány az egy nagyon fontos dolog. Tehát a táncművészetben alapvetően két nagyon fontos területet érintünk az emberből, az egyik a látása, a másik meg az érzelmei, és nagyon-nagyon fontos az, hogy még ha kevés eszközből, 5-6 lámpából is, akkor is próbáljunk valami olyan világot teremteni, ami tud hatni. Tehát, hogyha úgy tetszik, egy kicsit hatásvadászon dolgozunk, de szerintem pont ezekre az élményekre van szüksége a ma emberének. Óriási karcsú gyászfák, ágaikat sose rázzák. Minden álguk egy-egy lélek, öngyilkos bús régi lélek, mely most néma fán tenyész. Érzőn mégis öntudatlan, nyújtja lombát mozdulatlan és sötéten át a réten.
Át a réten, hol a léte, mert a rét a léte réte, száz belémosott bűnöktől szennyes vízzel, elfelejtett ős bűnöktől szennyes vízzel, körbefolyva nem enyész. Miért pont Babits? Hát mert Babits nagy szerelem. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű. Másrészt pedig kevesen tudják, hogy Dienes Valéria és Babits Mihály rokonok voltak. Sőt, mi több, a Babits műveket és ebbe az előadásba is elhangzott és eltáncolódott két Babits mű, ami eredeti koreográfia, a Mennyei Színjáték, ami 1915-ben készült, és a Két nővér, ami 1926-ban. És hát a Babits, azt is kevesen tudják, hogy a Babits szerelmes volt egy leányba az orkesztikai iskolából, és hozzá születtek versek, és a Dienes és Babits közös munkája az gyakorlatilag a Babits haláláig fenn volt, tehát kézenfekvő volt, hogyha egy verstáncestet készítünk, akkor Babits legyen az a költőnk, aki itt előkerül. Milyen szempontok szerint állították még össze ennek a Babicsesnek a koreográfiáját, vagy magát a műsort? Igen, hát nehéz volt azért, Babicsnak elég nagy életműve van. Ez egy szubjektív válogatás, lehet azt mondani, tehát az eredeti koreográfiák voltak a kiinduló alap, és hát természetesen azért egy Miatyánkat nem lehet kihagyni szerintem Babits életművéből, és a cél az volt, hogy a klasszikus zene, a klasszikus mozdulat és az ő klasszikus gondolatai hogyan tud egységet alkotni a színpadon, és egy kicsit másképp bemutatni a közönségnek, közelebb vinni, mert azért Babits nehéz, és nagyon sokan nem szeretik. És azt gondolom, hogy a klasszikus zenével és a mozdulatok segítségével egészen más oldalról lehet megismerkedni Babits költészetével. Amikor az ember egy szöveggel dolgozik, ugye ott nem önmagában az emberi test van és a zene, ahogy általában a táncszínpadon szokott lenni, tehát valamiféle viszonyrendszerbe, gondolati viszonyrendszerbe, vagy konkrét szavakba kapaszkodik meg ilyenkor a koreográfus, és próbál abból egy-egy mű kapcsán valamiféle sajátos világot felépíteni, tehát azért itt is sokféle mozdulati világ keveredett, akár csak a Fekete Ország, vagy a Mi Atyánk, tehát másképp dolgozik. Van, amikor az emberi testet közvetlenül körbeölelő mozgástérrel dolgozik az ember, az mindig egy sokkal személyesebb történet, vagy egy szimfonikus tér, amikor több embernek az együttmunkájáról van szó. És hát ezek a versek, ezek ilyenek, hogy teremtenek tereket. És ez a, például egy kapaszkodó pont ilyenkor a koreográfusnak, hogy hogyan és miképp nyúljon mozdulatilag egy-egy vers értelmezéséhez. És hát a leíró jelleg az egy elég egyértelmű. Sötét az élet, és nincsen benne semmi jó. És majd eljövend a nagy ítélet, hol törve részen a dió. És aki gonosz, balra téred, és jobbra áll az, aki jó, és kürtel harsan az ítélet, a nagy annunciáció. A fiúisten trónra száll, árnyat vet az örök szemöldök, sír a dús gaz, süvít az ördög. Volt ugye egy versmondó is, aki nem csak narrálta tulajdonképpen az eseményeket, hanem bizonyos számokban ő is megjelent a színpadon a táncosok mögött, vagy között. Mennyire volt szempont, hogy őt is beemeljétek? Hát ez egy fontos szempont volt, hogy ne egy sima versmondás legyen. Egyébként Kövesdi László színművész volt, aki Babits Mihályt megtestesítette, és az számunkra nagyon fontos volt, hogy a térbe bekerüljön, együtt legyen velünk, és nem pedig, mint a vers mindenkinek látunk, akkor felolvasni valamit. Tehát ez fontos szerintem. Mert egyébként maradhatott volna a kulisszában is, hogyha csak egy sima egyszerű narrációként tekintettünk volna. Az a rögeszme van általában az emberekben, hogy fiatalokat nem lehet klasszikus dolgokkal lekötni. Szerintem néma csönd volt itt a nézőtéren, tehát ez is nagyon jó bizonyíték arra, hogy vannak olyan tévképzetek az ifjúsággal kapcsolatban, hogy őket a klasszikus műfaj nem érdekli. Nekem az a tapasztalatom, hogy érdekelni. Azt gondolom, hogy sokkal több
mondjuk ki, nehezebb műfajú dologgal kellene a gyerekeknek találkozni. Túlságosan megy ma alá a kulturális kínálat egyfajta értékszint és igényszint alá. Szerintem lehetne bátrabban fertőzni a mai fiatalokat nívósabb, nehezebb témájú dolgokkal, mint például a Babits költészete. Miért a múltak? Miért a lámpák? És miért a holdak? Miért a véget nem lelő idő? Vagy vett példának a picit fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd elszállod? És miért szállod le, hogyha újra nő?